31 éve indult útjára az országos streetball sorozat, amelynek egyik helyszíne a Nyíregyházi Kossuth tér. A kosárlabda szerelmeseinek körében népszerű a sportág 3-3 elleni változata, amely már az olimpiai programban is helyet kapott. A szakákban korábban a válogatottságig eljutó Mohácsi Máté sportvezetőként is ott van a nyíregyházi rendezvényeken. Ennek már azért több évtizedes hagyománya van, mint Magyarországon, mint Nyíregyházán. Talán az egyik legerősebb bázis helyszín, de mindenképpen Kelet-Magyarországon az egyik legerősebb bázis helyszín Nyíregyháza. Jó magam is 7-8 éves koromban már jártam ilyen rendezvényen, persze még mint gyerek játékos. Sokat fejlődött egyébként a rendezvényen, sokkal több versenyszám van, több fajta játékmódon próbálhatják ki magukat a játékosok. Kicsit már 3x3-os kosárlabda irányába ugye eltolódott a játékrendszer, de mégsem egy komoly megmérettetés, mert család, gyerekek, jó idő, és jól érezhetik magukat itt ezen a pár órás rendezvényen, azt gondolom minden nyíregyházi lakos. Az elmúlt évben Nyíregyházán lépett pályára a legtöbb csapat, és a szervezők reményei szerint idén sem lesz ez másként. Nagyon remélem, hogy a tavalyi hagyományt megőrizzük, tehát nálunk lesz a legnépesebb nevező az adott évben. Tavaly ez 67 csapat volt, szeretnénk ezt túllépni. Ezt segítendő a megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség átvállalja a nevezési díjak 50%-át. Ezen kívül készülünk programokkal, zsáklóverseny, szülő-gyerek dobóverseny, tripla dobóverseny, különféle ajándékok, ugye a klasszikus 3x3 elleni játék mellett. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy egész családnak kiterjedő, kellemes szórakozást nyújthatunk. A Nyíregyházi Streetball Fesztivál szombaton 9 órakor kezdődik. 9 korcsoportban, 7 pályán pattogtatják majd a labdát a csapatok. A kategóriák győztesei bejutnak a szeptember 16-ai országos döntőbe, amelyet a budapesti Hősök terén rendeznek meg.